A forduló rangadóján az élovas cápák a harmadik helyen érkező vasast fogadták, és a fővárosiak az első negyedben agresszív játékukkal meglepték a listavezetőt, 10 perc után 9 ponttal vezettek a vendégek. A második negyedben feljavult a hazaiak védekezése, elkezdték a felzárkózást a cápák, a nagyszünetre már 3 pontos hazai vezetésnél vonulhattak le a csapatok. A harmadik negyed közepén egyenlő volt az állás, majd a hátralévő 5 percben sorra szerezték a kosarakat a hazaiak, így a záró szakasznak 17 pontos vezetésnél vágott neki Siska János együttese. Az utolsó 10 percben kapaszkodott ugyan a vasas, de a házigazda visszaverte a támadásokat, és végül magabiztosan szerezte meg 20. bajnoki győzelmét a Nyíregyháza. Kicsit meglepett minket ez az agresszív védekezés, bár készültünk rá, de még így is nehéz volt támadnunk. Kevés kosarat dobtunk az első negyedbe, aztán meg sokat kaptunk. Aztán a másik negyedbe összekaptuk a védekezést, és 9 pontot kaptunk abban a negyedbe, és visszajöttünk a mérkőzésbe. Aztán változtattunk kicsit a támadásunkon, illetve a védekezésünkön is, és ezzel megzavartuk őket. Kiépítettünk egy előnyt, amit tudtunk tartani a végéig. Egy nagyon jó felkészített csapat ez a Vasas, nagyon nehéz ellenük játszani. Nem szeretnék velük a rájátszásban összekerülni maximum a döntőben. A nyíregyházi játékosok közül Bazsó Bruno 23 ponttal járult hozzá a cápák sikeréhez. Úgy gondolom, egy nagyon küzdős, hajtós mérkőzést játszottunk, aminek szerencsére a végén győztesen tudtunk kikerülni. Remélem, hogy a továbbiakban ugyanígy tudjuk ezt folytatni. Most még jön egy BKG mérkőzés vasárnapot, és megpróbáljuk kiadni magunkból a maximumot és győztesen távozni. A vendégek vezetőedzője elmondása szerint nem számított ilyen sok kapott pontra a mérkőzésen. Faragó Péter kollégája döntővel kapcsolatos megjegyzésére is reagált. Azért ki kell emeljem itt a Jani munkáját, mert amióta, nem is tudom, 4 éve talán, amióta itt dolgozik, azóta úgy érzem, és most nem bántok meg senkit, nem ez a legjobb Nyíregyháza, de ez a legjobb csapat, amit összerakott, szerintem. És azért az ő kezemunkája látszik a csapaton. Tény, hogy mi kellemetlenek vagyunk most. Mi vagyunk az egyetlenek szerintem a mezőnyben, akik tudunk győzni Nyíregyházán, még hogyha most jelenleg talán a BKG jobb nálunk, de itt stílusok találkozása van, és ez adja ennek a pikantériáját, úgyhogy igen, mi talán tudunk borsot törni a BKG, vagy a Nyíregy óra alá, de hát a hazai pálya előnyét végig fogják élvezni, nekünk meg először be kell kerülni a playoffba, tehát azért mi még arra hajtunk, hogy ott a harmadik helyen tudjunk játszani. A 21. fordulóban még 4 meccset játszottak szerdán. Az eredmények a következők: Budapesti Honvéd Meavsz Miskolc 92-81, TF Budapest Nagykőrös 80-82, Salgótarján Veszprém 92-91 és NK a Pécs PVSK 2-77-76. A tabella élén a Nyíregyháza áll 20 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve a 16-3-as mutatóval rendelkező BKG Prima Akadémiát. A nyíregyháziak vasárnap a BKG otthonában lépnek pályára.